Na csácsom is önrészt a csokolár és traktor kerék, szivasztok gyerekek, képer jelentkezik újabb videóval, és ne haragudjatok, de rettenetesen clickbaites címet sikerült adnom ennek a videónak. De ki fogjuk próbálni, és ki fogjuk deríteni, hogy valóban jobb-e, mint a Sprinterhouse, és igazából leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy jobb-e, mint a Farming Simulator 19-nek a fakitermelős része. Ez a játék. Mert igazából ez nem más, mint egy fakitermelős szimulátor játék. Hogy milyen mélységekig fog minket ez elvezetni, azt nem tudom, mert abszolút nem próbáltam ki. A készítők úgy gondolták, hogy hozzám vágnak egy Steam kulcsot, nagyon szépen köszönöm nekik, valószínűleg nem nézik a videó, de ez így illik, úgyhogy megköszöntük. És a játék nincs még. Igazából ez egy béta verziójú játék, szóval nem teljes játék, hanem egy ilyen béta. És megnézzük, hogy mégis mit tud nekünk mutatni. Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy az, hogy mennyi jármű van benne, licencet járművek vannak ebben, ha nem licencet járművek, mennyire élethűek, mennyire jó a talajfizika, mennyire jó az egész fizika, és mennyire jó grafika. Ennyi. Na, csapjunk bele a lecsóba. Egyébként azt néztem, hogy itt vannak ilyen a patchek, az újabb és újabb patchekről egy ilyen kis newsok, ilyen kis hírek, de elég sűrűn jelennek meg. Nézzétek meg, hogy 2020 március, 2020 áprilisban már ugye kevesebb, mint egy hónap alatt újabb patch jelent meg. Na mindegy, vágjunk bele a lecsóba. Igazából azt néztem, hogy itt van egy ilyen help, meg van egy settings, meg van egy modok, az már egy jó jel egyébként. És van egy play, igazából ennyit közül tudsz választani. Csapjunk bele a lecsóba. Wow, mik vannak itt gyerek? Tutorial missionok. Amiket megmondom, nézzük végig, van tutorial, first person, belső nézetes, gondolom, mozgás és favágás, Skydirt, röngvonszolót meg kell tanulnod, tudod, mind az LKT, ilyen izét kell, ami így vágja ki a fát, olyan gépet kell megtanulnod, rakodógépet kell megtanulnod, és rettenetesen lassú az egér, várjál. Hogy kell eladni a logokat? Azt kell megtanulnod. Oda nézzél, izé is van, hallod? Advanced tutorial, gondolom, egy teljesen teljes folyamatot kell lenyomnod, és nézd meg, szállítanod is kell. Kamionnal kell szállítanod, és a grafika ezeken a kicsi képeken nem tűnik rossznak, gyerekek! Lényegem, hogy jó lesz. Na, van olyan, hogy open world, van lehetne úgy kezdeni, hogy kapásban open world, hard, és még több dolog jelentkezik. Gyerekek, egész sok content van ebben a játékban, de viszont szerintem egy tutoriál sorozatot mindenképpen veressünk végig, hogy végig is tudjuk, hogy kell játszani. Nyomjál már rá képre arra a playre, mert különben soha nem fog elkezdődni ez az egész. Egyébként ultrára raktam a grafikát, nem fogom, hogy tudni még egyelőre megmondani, hogy mennyire fog jól futni. Mindjárt kiderül, gyerekek. Elég gyorsan tölt. Egyébként azt nagyon szeretem egy játékban, hogyha így pikpak betölt, és nem az van, hogy ilyen órákat kell várni. Még a menüre is, most mondjuk megakadtunk 90%-nál, de egyébként én azt hittem, hogy gyorsabban fog betölteni, úgyhogy azért mondtam. Egy kicsit ez a tipikus esete annak, amikor előre iszol a medve bőrére, és koppansz egy hatalmasat akkorát, mint a bogár a szélvédőn. Deci szélvédőn. Hoppá gyerekek, már a stílfűrész hang megjelent egy kicsit a hallójárataimba, és már el is halkult. Na nézzük, mit mutat nekünk a játék, hogyan kell. Látom én, hogy... Ja, nem, még nem töltöttünk be. Hát... Azt nézem, hogy mennyire lesznek itt FPS problémák. Elég fura az irányítás. Aha. Ja, követni kell az. Várj, álljál meg, baze. Várj, nincsen izé. Szép game, és nem tudod izélni. Itt nincs izé. Nem tudsz állítani grafikát, jó van gyerekek. Egyébként ha állítottam grafikát, mindig újraindult a játék. Jó, hát elviseljük ezt a kis lagot most azért a izéjel. Jó, hát menjünk arra, amerre mutatja, ugye. Hát nem, bocsánat, kívánok, nem számítottam. Mi ez? F1-et megnyomjuk. Show control. Bal egérgomba használjuk a fegyszerszámot, jobb egérgombbal felveszünk valamit. Jó, biztos igazad van. Jó. Következő a Dessis ugrás, gyerekek, ugrás. Aha, fel kellett ide ugranom, jó. Ugranom kell. Jó, bocs, legközelebb majd szebbebb állítjuk a grafikát.
vagyis jobban beállítjuk. Nem, tényleg én azt hittem, hogy úgy, de az a rövő, hogy egyébként nem lehet állítani sajnos. De jó, oké, tudom, egyébként vannak olyan játékok, főleg a beta verziójúak. Na jó, tehát... el lehet nézni nekik, hogy nem annyira felkészültek, de egyébként legalább egy izé option lehetett volna. Tools, ez mi? Aha, kéz. Ó, baltával lehet, hallod, nagyon kemény. Csak hallod, az egérgörgő az olyan, hogy meghalsz. 100 évig tekered, akkor történik valami. És cash. Jó. Ezek a túlok gyakorlatilag. Járművek, várjál már, nézzük meg ezeket, mik vannak itt. Van egy pickupunk, van egy skyrunk, igazából úgy látom, hogy lehet, hogy nem túl sok jármű van, még egyelőre. Van döntőgépünk, van szemitrakunk, ugye az, minek nevezik, szemi, ugye félpótkocsi vontató gyakorlatilag, traktor. Van loader, forwarder, ugye kiközelítő az. Meg harvester az, meg gyakorlatilag harvester az, hogy nevezik, mi az gyerekek, na minek nevezik a harvestert? Mint a combine gyakorlatilag. Entering logging area, ez saját areánk. Jó, igen, bejöttem. Jó nekem, ugye? Ben vagyok? És most akkor el kell mennem arra, this is arra. Egyébként szari napos idő van, 11 óra 33. Jó, úgy látom. Pickup truckhoz kell menni. Jó. Egyébként, hát nem tudom, hogy fog-e itt grafikával. Jó. Mit mondjunk a grafikáról? Lehetne szebb is, mi? Nem izé, nem tükörfoncsoros szélvédők lennének. Nézzük meg mennyire. Hát úgy látom, hogy az izé az valószínűleg használható lesz a winch. Mert ott nagyon izé. Egyébként olyan, mintha izével vazelid át lenne kell az egész jármű. Kicsit körülnézek, tudom, hogy lagolunk, de nem tudok állítani rá a gyerekek. Viszont ez a izének a... Ez bump hopping, vagy pedig teljesen meg van csinálva a poligonok. De szerintem képesek, azt megcsinálták annyi poligonból. Na mindegy, mondott időbe menni? Ja, igen, kicsit laggolunk. Szerintem, hogy mit lehet use-olni, mit nem lehet use-olni, ez mi? Aha, itt lehet eladni a dolgokat. Aha, álljá meg. Itt lehet a cash-t kivenni szerintem. Jó, van, annyira nem rossz, ott lehet tankolni. Jó, a gyerekek, beugrunk a pick-up-ba, azt megnézzük, mi a szituáció. Hogy kell beugrani? Hogy kell pick-up-olni a pick-up-ot? De várja, F. Most ez komolyan nem tudja ki, per esküszöm. Billentjük, na. Use-olni lehet bal legjobb, trau. Vertical, open menu. Z, open map, van mapunk is, az én. Nem érem ér az én. Soha életemben fog megérteni. A V-vel lép be a járművel, gyerekek. Gondolom, mint jármű angolul. Várjál, mit akartam megnézni? Az Z-t. A map. Az igen, hallod? Ott mi van ott lenn? Na nézd, ott van valami. Igen, egy kicsit az irányítás az... Ó, oda nézzél, van itt minden bucsúba, figyeld. Tesó, oda nézzél. Ott vannak a különböző járművek. Jó, oké. Ezt eltüntetjük. V-vel belépünk a... Elkezdi használd az izét, pénzt. Használj pénzt, hogy meg tud venni a járművet. De hol, bazzák? Azt írja, hogy menjek igazából a pickuphoz. Most ennyi, de hát... Ember. Várjátok, nézzük, újra átnézzük, hogy... Change to run, use pickup... Pillanat, gyerekek, meg kell nézni, jó? Open menu. Change tool, várják, Q-val, change tool lehet. Aha, balta. Az igen, oda nézzé, hallod a stílfűrész, kicsit le van izélve szedálva. Ezzel mondjuk megnézem, hogy fogunk dönteni. És cash, figyeld, de szívas. Hallod, a cash-en rányomsz, és akkor úgy tudod izélni, megvenni. Nincs elég cash-ünk, hogy megvegyük. Baze, de szívas. Hallod, ez kemény. És ez nincs elég cash-ünk. Hát pedig azt mondta, hogy jöjjünk ide, de jó.
Ez jó. És most meg már nem is. Nem is szeret is. Előtt szétverem a baltával, esküszöm. Érdekes. Rakd el a szerszámot? Azt mondja, hogy vegyem meg. Ne szíves, testvérem. Oké, okay, igen, szeretném megvenni. Nincs elég pénzed ahhoz, hogy megvedd elkezdi. Hallod? Szivatnak anyám, stop. Na nézzük már körül akkor. Itt valami meg... Valami itt még van. Valami itt még van. Mit lehet kell vennem pénz, vagy mi? Nem, ezt nem lehet használni. Pedig azt tudja, hogy... Ott ki megdörög az ég, gyerekek. Ó. Ez nagyon komoly. Ezt pedig tudom kiúzni, de tök jó egyébként. És hova tudom ki... Which connected? Nagyon komoly, halljátok. Ez tök jó, te tudod kiúzni. Ez viszont, ezt kellene például erőltetni a Spin Tires-be, de azt nem hogy lehet megnézni, hogy egyéb mit kell csinálnod például? Open map. Menü. Change tool. Nagyon kemény gyerekek, de egyszerűen nem jövök rá, hogy mit a szart kell csinálni. Task. Feladatok. Vagy mi? Ja nem. Jó, hát ezeket tudom. Hallod? Figyelj, én szerintem azt fogom csinálni, hogy és hol van a pénzem például, hogy mennyi pénzem van. Varázs. Itt lehet upgrade-elni a járműveket. Aha. Jó, addig logging. Igen, meg kell venni, hogy azt a részt, amit ki akarsz vágni. Járműveket néztük. Felszámokat néztük. Time. Morning moon. Aha. És ez miért számít? Ez... Ja, tudok váltani közte. Az igen. Jó, hát ezt kell állítanom a grafikán. Nem gondoltam, hogy ultrán ez akadni fog. Menni. Hát lehet, hogy el kéne kezdeni mindenféle tutoriál nélkül. Hát igazából a tutoriál nem működik, akkor... Jó. Adjunk ki. Menjünk ki a menübe. Most lehet, hogy csinálunk egy olyat, hogy ezt lejjebb veszem, mert... Vagy pedig megpróbálok állítani rajt, mert ez így a halál, nem tetszik nekem, bocs gyerekek. Na, figyeljetek. Mit lehet itt állítani? Ennyi a... Hol... Szar! Ja, azt hittem. Ja, például a bloom effektet én alapba rüjellem, meg a motion blurt. Az ködnek a mennyisége, azt utálom. Kontraszt meg ilyen hülyeség. Gyerekek, itt abszolút nem tudsz állítani semmit, esetleg a izét. A látótávolságot meg ilyet. Úgyhogy ez nem egy erős dolog. Jó, ennyit tudunk állítani, akkor nyomunk egy play-t. És akkor... Jó, tutoriál, figyeljetek, szarom le a tutoriált. Nyomjunk egy free módot. Próbáljuk már meg, nem fogom végigcsinálni. Open world, és akkor gondolom azt csinálsz, amit akarsz. Legyen már az, hallod? Nem tudom, mert... Most nem tudom, most tényleg én voltam ennyire béna, hogy nem... Sikerült azt a... Elindítanom azt, vagy beszállnom abba a szarba, és amikor meg ugye írta, hogy megyen meg, akkor meg nincs elég pénzem. De hogyan legyen pénzem, ha egyszer például... Vagy mi? Kellett volna, hogy vágnom a fát, azon a kis területen? És hol mutatja a pénzemet? Úgyhogy egy-két dologgal nem vagyunk tisztában, de majd közben rájövünk a játékra. Megmondom őszintén, ez egy kicsit zavar, hogyha egy olyan grafikájú játék, amelyik nem ér el bizonyos színvonalat, nem fut normálisan. Ez kibékülve, viszont olyan dolgok tetszhetnek, hogyha egyszer járművel elindulunk, hogy... Ja, meg a modokra vagyok kíváncsi, majd megnézzük azt a menüpontot, valószínűleg nincsenek modok, még mivel ez egy beta játék, beta verziójú játék, szóval még úgymond nincs hivatalos, de van, vagy meg lehet venni, csak igazából még nincs. Nem is tudom, hogy nevezik ezt most már. Na! Igen, hát ez csodálatos, berántottuk azért a fűrészet, megpróbáljuk, hogy jó-e, úgy látom. Jó, na, nézzük, azt a betyár. Gyerekek, ez most őszintén. Hát igen, itt vannak, na.
Hát, várjál, álljál, itt gurulnak a fák. Meg tudom ezeket fogni? Too heavy, oh shit, too heavy, és mindjárt eltöri a lábomat. Hát itt már itt érdekes, komoly dolgok történnek, gyerekek. Na várjál, cash. Várjál, open. Eladjuk, hát hogy ne adnánk. Várjál, mi van ott? Open, map. Enter, jármű. Change tool, use tool. Pick up. Jó. Aha, és akkor ezeket a nagy fákat már kéne de-renteni. Igen, ez too heavy. És arra vagyok kíváncsi, hogyha én előveszem a shield, el tudom egy darab volni. Ez a fa túl nagy. A láncvűrészhez. Miről beszélsz, testvérem? Miről beszélsz? Mi nagy a láncvűrészhez? Láttál te már nagy fát? Hát ez érdekes, jó, oké. Oké, én hiszek neked, testvérem. És például én arra vagyok kíváncsi, hogy hol van a pénzünk, például. Hogy ennyi pénzünk van. Ajajaj, fúj a szél ott kint, VR készül, gyerekek. Jó, itt például nem tudom meg mennyi pénzünk van, itt se tudom meg, hogy mennyi pénzünk van. A menünél se, ugye? Nem látjuk abszolút. Change to... Abszolút nem látom. Igazából ez a kettő opció van, ahol így jobban meg tudom nézni. És nem látom, hogy ahol... Ja, ott van fönn jobb oldalt! Ó, elnézést! Én azt pont nem látom egyébként, mert ott van a felvétel ikonom. De próbáljuk meg beszállni már egy járművel. Meg kell vennem! Oh, shit! Meg kell vennem. És egy darab járműben sincs, ez komoly, és akkor most így próbáljuk meg megvenni. Jaj, de jó, most sikerült megvennem. El kell raknom a pénzt, és akkor úgy tudok. Itt tudtam beszállni, jó. Diffizár nyitva van, aha. Gír. Üzemanyag. Jó. Külső nézet van. De nem tudom forgatni a kamerát, aha. Ja, itt tudom forgatni a kamerát. Na például arra vagyok kíváncsi, hogy lapul-e a talaj. Az úgy érdekelne, hogy lapul-e a talaj. Hey, barátaim az urba, hey! Itt nem csak hogy lapulni fog a talaj szerintem, hanem itt ez el fog süllyedni. Nem vagyok kibékülve vele, hogy miért akad egyébként ez a grafika. Várj, csak menjünk valami olyan helyre, csak ez a kamera nézet, ez engem vadít. Marítja a képet. Menjünk egy olyan helyre, ahol nagyobb mély. Hát ez nagyon halál, ez a kamera nézet, várj. Aha, itt is vannak fák. És ez mi? Összetörtem, vagy mi van? Hűha. Aha, várj, Nifizár hogy megy? Meg kell nézni, gyerekek. Nézzük, hogy a... Trailer, kézifék. Jó, gyerekek. Ó, a differenciál mű. Ó. Oké. Diffizár az ó, azt tanuljuk meg, gyerekek. Jó, kiveszem, mert biztos többet is eszik. Fordítva van az inverse a kamera egyébként. Lehet, hogy lehet állítani, de... Azért... Le akarok menni valami olyan helyre, ahol esetleg valami mélyebb a talaj. Hát általában a víz lefele folyik. Viszont azt látom, hogy a map az nem kicsi. Ne megyünk valami völgybe, jó? Várjátok, nincs a térképen, nem tudjuk megnézni, hogy... Milyen És ez mindegy forma terület? Nincs az, hogy izé, hogy mit tudom én, másfajta jellegű? Jó, hát menjünk. Nem látom, hogy... De egyébként, ó, itt is sár van, hallod? Azt nézem, hogy ez süllyed rendesen, de... Valami olyan terület van, mocsárszelű nincs. Mocsárszelű. Ja. És érdekes, hogy átlátszó lesz a fa, hogyha így állsz. Biztos valami könnyítés akar lenni. Ah, oda nézedek. Diffizárat kapcsoljuk már ki, el akarunk?
Kíváncsi lennék. Elhalt, mint a szar, hallod? Oda nézve. Ó. Simán el tudsz szakadni, tesó. És gyűlődik a talaj. Nem tudom, mi az, mik ezek a lakspike-ok. Azt az összkerék meghajtással nem vagyok kibékülve, hogy az hol van még. Mi be van kapcsolva? És be van kapcsolva a diffuzár is, és sikerült fölakasztanom, hallod? Nagyon komoly. Várjátok, kiszűr a szárom. Valami kíváncsi vagyok, hogy tudok-e egyáltalán fát vágni, vagy ez hogy működik? Vagy fel tudom-e darabolni, vagy valami? És fej, baltával is tudok? Ez érdekes, hogy nem lehet fát vágni. Hát csak a bal gomba lehetne, nem? Izgi. Izgi, nem mérti a képer. Nézzük ezt. Ennek a beállításait. Na. Use tool E betű. Use tool E betűnek írja. Aha. Túl nagy az a fa a láncfűrésznek. Akkor gondolom idővel tudom csak kivágni azzal a nagy géppel. És húzni kell neki, azt a betyár gyerekek. Nem dönti a keeper. Ajaj. Ó. Na jó, akkor ma vágja a keeper, hogy... Vágja a keeper, hogy kell vágni a fát. Mondjuk, mindjárt megnézem. Ja, ez túl nagy. Baszik, de most őszintén, mikor volt túl nagy? De várjatok, elhiszitek a izével kell ágazni? Hú, dörög az ég, mint az atom. Figyeljétek meg, hogy a izé az arra lesz jó, hogy ágaz. Ha így elvágom csak keresztbe. De, így le... Baza, ez úgy van, hogy ez tök real, megrakod. Berakod és akkor te vágod le. De ez nagyon komoly. Hát ugye annak köszönhető, hogy... Sajnos ugye beta verzió, emiatt valószínűleg nem a legjobban optimalizált. Hát ezt jól elcsíptem, nem ott akartam. Hol a szögletes fa gyerekek, kisek egy aluni. Ja, érdekes. Ja, sajnos olyan optimalizálatlan, mint az állat. Hát körülbelül tizede olyan jól néz ki, mint egy farming simulator. Ezt úgy akad, mint a diszló. Na várjátok, valamire még kíváncsi voltam. Ez mi a szarra jó? Ez ilyen ágazni lenne jó, vagy minek lenne jó? Ebből egy komolyabb bizét, esetleg egy komolyabb tesztet. Ott van a víz, gyerekek, ott van a víz, ott van újra. Szép, mint mindig én nekem. Figyelj, de oda kellett volna mennünk. Vagy hülye vagyok? Mintha vizet láttam volna, esküszöm. Akkor lehet, hogy nem. Ízé volt, lehet, hogy így, ami így rakta be a izét. Mapot. Ez például semmire nem használható, ez a... Kutyaszar. Balta. Ezt lehet, hogy ágazni egyébként jó lenne, de... Várjátok, döntsek ki egy fát normálisan. És szerintem újra nőnek a fák. Egyébként úgy dörög az ég, mint az állat, úgyhogy lehet, hogy nem sokáig tudok maradni. És érted, így rendesen mozgatni kell a fűrészet, gyerekek. Nagyon komoly. Próbáljuk már ki azt a baltát. Aha. A baltával faszát nagyon frankon tudsz ágazni, arra jó. Uh-huh. És azok el is tűnnek. Uh-huh. Ja, hát akkor így tudsz leágazni, jó. És hogyha várja, nem oda koppintok, hanem mondjuk közepére. Akkor ott vágjál. Aha, ez tök jó.
Ez teljesen úgy van, valósághű. Hogy ahova ráversz, ott fog eltűni, de... gyerekek, vannak érdekes dolgok. Hű! Volt egy nagy durranás. Dörög villámzik, gyerekek. Következő részben várlak benneteket, írjátok meg, hogy van-e kedvetek vele nézni egy sorozatot. Ezzel folyamatos lagspike-kal valamit kezdünk, nem tudom, mit kell kibe kapcsolgatni, majd utána nézek. Aztán megnézzük. Hát én, elég érdekes egyébként. Fapados nagyon még szegényke. Próbálkoznak a készítők, biztos. Hát, nem tudom, hogy mennyire repetitív egyébként. Nagyon villámlik, gyerekek. Sziasztok, köszönöm szépen a figyelmet. Csá-csá.